Köszöntöm a nézőket, kezemben tartok egy füzetet, címe Borközraktár a Csongrádnak, amely Mód László szerkesztésében jelent meg. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Mód László néprajzkutatót. Mi inspirált önt arra, hogy elkészítse ezt a füzetecskét? Évekkel ezelőtt kezdődött egy olyan kutatási program, amelynek tulajdonképpen az volt a célkitűzése, hogy a térség Szeged-Csongrád vidékének, környékének a szőlészeti, borászati módját, tradícióit feltárja. Azt is megtudjuk ebből a füzetből, hogy a borközraktár hivatalos műszaki átvétele 1938. februárjában megtörtént. Az illetékes minisztériumi szakemberek az átadáson kiemelték, hogy 1937-ben 12 pince közül a Csongrádra sikerült a legtökéletesebben. Miért? Hát valószínűleg ennek az a magyarázata, hogy itt a város és a minisztérium képviselői között egy olyan együttműködés sikerült létrehozni, amely tulajdonképpen zökkenőmentessé tette magának a pincének a felépítését, létrehozását. És ez mind-mind arra mutat rá, hogy a korszak város vezetői, és itt kiemelném különösen a Piroska polgármester úr szerepvállalását, aki ebben a vonatkozásban is hozzátett városa a fejlődéséhez, és ő már tulajdonképpen 1937 előtt felismerte ennek a pincének a létrehozását, hogy ezt meg kell, létre kell itt hozni, hiszen a csongrádi emberek érdekét szolgálja. Aztán a korabeli sajtóbeszámolókból az is kiolvasható, hogy ez egyetlen egy említés, de nagyon érdekes, sajnos többet nem lehetett megtudni erről, hogy Csongrád eredetileg nem is szerepelt a helyszínek között, és egy komoly lobby tevékenység eredményeként sikerült idehozni a bortpincét. Korabeli újságok azt írták, kicsit túlzóan 5000 kateszteri hód szőlőről beszéltek, de mindenféleképpen kiemelték azt, hogy a Közép-Tisza vidéknek, a Közép-Tisza vidék szőlőszete, borászata ide gravitált, tehát Csongrád volt az egyik legfontosabb központja. Más pincékről is beszámolnak időnként a korabeli lapok, és hát itt arra tudunk még gondolni, hogy más települések, például Kecel, Szabadszállás, vagy akár a szegedi pince létrehozásánál is komoly nehézségekbe ütközött az építkezés. Sokszor nem sikerült az illetékes hatóságoknak, a helyi vezetőkkel megegyezniük, a települések sem ajánlottak föl akkora részt, nem vállaltak akkora szerepet ebben a bizonyos folyamatban. Csongrád viszont, ahogy itt már az előbb említettem, ahogy utaltam rá, felismerve ennek a létesítménynek a fontosságát, tehát szinte minden a korabeli viszonyok között természetesen minden terhet próbált és maximálisan részt vállalni a pince felépítésébe. Ez nagyon szépen látszik, hiszen nem csak ezt a épületet kellett úgymond létrehozni, kialakítani, hanem itt a körülményeket is meg kellett teremteni, vízhálózat, villanyhálózat kiépítése, annak a szakembernek a lakás körülményeiről is kellett gondoskodni, aki itt a pince munkálatokat, a szőlő feldolgozást követően a borral kapcsolatos munkákat ellenőrizte. Tehát elmondható, hogy teljes mértékben partnernek bizonyult a város, és ez a hozzáállás segítette tulajdonképpen a borközraktár létesítését. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm! Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Pálffy György urat, a Csongrád Bor Kft. Ügyvezetőjét. Pálffy úr, milyen érzés egy közel 80 éves létesítményben dolgozni? Hát először is szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit. Hát ezt egy rövid riportfilmben elég nehéz összefoglalni, hogy milyen érzésekben volt és van részem. Amikor éppen 30 esztendeje ide kerültem, ez a pincészet volt a borvidék legnagyobb pincészete, akkor éppen a Dél-Alföldi Pincegazdaságnak a pincészete volt, és ez volt a
pincegazdaságnak a vörösboros bázisa. Ez biztosan azért volt így, mert a legjobb minőségű kék vörösbort adó szőlőfajták ezen a környéken teremtek, akkor még közel 2000 hektáron, és az is tudva lévővé vált számomra a menet közben, hogy itt a pincemesterek, a pincevezetők mindig a szakmának a legjobbjai voltak. Ez egyrészt szerencsém volt, mert volt kitől tanulnom, másrészt egy elég komoly felelősséget rót rám, hiszen egy olyan nagyon komoly szakmai hagyományt kellett tovább innen 96-tól, amit én nem tudtam másképp elképzelni, csak úgy, hogyha elődök nyomdokain haladok tovább, és talán ennek köszönhetjük, hogy a mai napig is a legmeghatározóbb pincéje a térségnek, és a borainkkal is a legalábbis a legjobbak között vagyunk, ami már nem csak a térséget, hanem nem csak a térséget jelenti, hanem akár országos szinten is lehet ezt mondani. Hát ez az egyik érzés. A másik érzés az immáron lassan 80 éves vagy 85 éves pincében, hogy amit 1937 és 38-ban megépítettek, valószínűleg Piroska János polgármester úrnak is sok keze volt ehhez, olyan építési megoldásokat lehet látni, amin a mai nap szakemberei is, építészei is elcsodálkoznak. Például a padlástérben olyan gerenda szerkezet van, és a héjazat alatt is olyan fenyők vannak, amik még Erdélyből úsztak le a Körösön vagy a Tiszán, és amikor itt a privatizáció során, vagy akármilyen értékelésnél jött bármilyen szakember, építésügyi szakember fölértékelni magát az épületet, ennek a ácsolatnak mindegyik a csodálójává vált, és ennyi esztendő után sem lehet látni egyetlen egy meghajlott gerendát sem, vagy egyetlen egy megrepett gerendát sem, pedig hát elég súlyos terhet cipelnek a vállukon. A 60-as években épült egy új ága a pincének, a 60-as évek legelején, ami zömében vasbetonból készült. Hát arról a részről ezt sajnos nem lehet elmondani, hogy így állja az időpróbáját. Úgyhogy 37-38-ban olyan épületet hagytak ránk a elődeink, hát amit a mai napig is lehet csodálni. A pincemesterek és a különböző szakemberek, akik előttem voltak, meg akiktől tanultam, olyan megoldásokkal ruháztak föl, és olyan szakmai tapasztalattal, amin még nagyon sok helyen a mai borász szakemberek is csodálkoznak, mert vagy nem hallottak róla, vagy ezt nem szeretik alkalmazni, és mondjuk egy kóstolás után azért mindig megalapítják, hogy csak lehet ebben a megoldásban valami, mert a borok arról árulkodnak, hogy az ilyen megoldás a jó megoldás. Hát, hirtelen néhány dolgot mondtam, ami így eszembe jutott, illetve hát nem akarom nagyon hosszúra nyújtani a szót. A legnagyobb kötelezettség, amit rám ró ennek a pincének az előélete, az természetesen a magas szintű szakmai munka. És ezt akarom is és folytatni, és nem is akarok ettől eltántorodni. A mai világban fontos kérdés a piac. Hol tudják értékesíteni a borukat? Gyakorlatilag a legfontosabb kérdés a piac, és emiatt a értékesítési lehetőségek minden változatát igyekszünk szorgalmazni. Ez jelenti a folyóborkiszerelést a kamionos eladásokig minden lehetséges módot. Természetesen palackos borként is, belföldön is, és igyekszünk külföldön is értékesíteni. Hát belföldön sajnos csak a szűkebb régióban tudunk, mondjuk Csongrád megye, egy kicsit Bács-Kiskun megye, úgy körülbelül Kecskemétig, nagyon kevés Szolnok megye.
a legnagyobb volumen természetesen, ami kamionban hagyja el a pincét, de szerencsére van egy már valaminek nevezhető mennyiségű exportunk is Ausztriában, Németországban és Japánban. Ebben bár nem olyan sok, de a legfontosabb az, hogy ez már évek óta tartó kapcsolat, mind a három export, tehát valószínűleg azért, mert meg vannak elégedve a borainkkal. Hát minden esetre a legnagyobb bajunk az, hogy egy olyan kategóriában próbáljuk a borunkat értékesíteni, ahol a vásárlók csak nagyon nyomott áron hajlandók vásárolni, illetve olyan vetélytársakkal kell megküzdenünk, akik hát különböző kevésbé igazolt vagy igazolható eredetű borral vannak ugyanazon a piacon, majdnem fele áron, vagy legalábbis kétharmad áron, és csak azok a vevőink fogadják el a mi árainkat, akik igényesek és jó bort akarnak inni. A legjobb árérték arányú bor nálunk kapható. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Engedjék meg, hogy bemutassam nézőinknek dr. Csikai Miklós urat, a Szentesi Árpád Agrár ZRT vezérigazgatóját, aki évekkel ezelőtt a Csongrádi borpincét átvette a ZRT tulajdonába. Miért tartotta ezt akkor fontosnak? Ön bemutatott a Kurca televíziónak, ahol már gondolom ismernek, de én kertész vagyok eredetileg, és úgy is szeretnék meghalni kertészként. Nagyon fontosnak tartottam, hogy akiknek érdekében a két világháború között ez a pince megépült, ezek a csongrádi és a térségi szőlőtermelők, továbbra is legyen, aki még fönt tudja tartani a szőlészetét, hova eladni a szőlőjét, ahol jó bort lehet belőle készíteni és tárolni. Sok minden tönkrement az elmúlt évtizedekben, akkor is 20 évvel ezelőtt, amikor ezt a pincét az Árpád ZRT átvette, üzemeltetésre, működtetésre, kizárólag azzal a szándékkal, amit én akkor is elmondtam a mi Tisza másik oldalán lévő tulajdonostársaimnak, tagjainknak, hogy tartozunk annyi felelősséggel kertészek egymás iránt, hogy amikor a szőlészek vannak gondba, és mondjuk az őrségkertészek tudnak rajtuk segíteni, akkor tegyék meg, mert lehet fordítva is. Én úgy gondolom, ez a szolidaritás, ez a szakma becsületéért és megmaradásáért vásároltuk meg ezt a pincészetet, és szolgálja ma is a sajnos rendkívül mértékben csökkenő csongrádi és csongrád térségi szőlőtermelők érdekét. Ön hogy látja, milyen jövő vár a csongrádi borvidékre? Ha olyan jövőt jósolhatnánk, mint amilyen múltja volt, amikor épült a pincészet, akkor ugyanis csak nem 10-szer annyi ápolt szőlőbirtok volt Csongrádon és térségében, mint ma van, akkor én már nem, de az unokáim bizonyára boldogok lennének. Ha sikerül megtartani területében a mai szőlőterületeket, és minőségében, kultúrájában fölzárkózni Magyarország legjobb szőlővidékeihez, akkor ennek a pincészetnek az én hitem szerint jövője is lehet. Ellenkező esetről nem szeretnék beszélni, és ne adja az Isten, hogy bekövetkezzen. Köszönöm a beszélgetést! Mi köszönjük az érdeklődést, köszönjük Mód úrnak a múlt kis részletének föltárását, de kóstoljuk meg, hogy hova jutottunk mai pincetechnikával, a szőlő készítéséből milyen borokat tudott készíteni Pálfi úr, aki ennek a pincének nagyon régi szakmai vezetője. Gyuri, légy szíves akkor. És az üveget is bemutatod a kamerának. Akkor valóban elhiszi minden néző, hogy nem valahonnan, máshonnan készült, máshol készült bor, hanem a mi borunk van a palacban. Tessék, parancsolni, megkóstolni.
egészségünkre. Sok pozitív történet szülessen még a pincére. Soha rosszabbat ne ígyunk.